Akkor most már lesz hang. Köszi, hum vagyok. De miért nem figyeltem ezt? Egy óra ment el, úgyhogy nincs hang. Szuper. Hát a Nóri találtam, az ott még bejáratnál. Köszi, hum vagyok. De az valami le van véve. A szekrétba álltam és láttam, hogy megtaláltad. Meg a Bence is csinálta a küldiket, úgyhogy akkor szerintem mi hárman meg vagyunk. Én a navigációból mentem, azt hiszem, fölfele. Én adnék erre egy szavazatot. Kis Bencével amúgy, azt hiszem ő vele voltam ott. Hát Weaponsbe valaki fentelt. Hát akkor már kettő szavazatot kapsz, hogyha vele voltál. Igen. Valaki fentelt, valaki a Pécés tudját szerint elóval telossal hum vagyok. Pontosan. Ja, navigációból mentem. Itt a Nóri nálunk most úgy játszik. Nóri Zsolti párja, és ő most telefonra van. De még majd leszünk. Csak később. De, én ezt nem értem, hát... Szerintem a Sandra az vagy. Én még mindig kitartok az előző megérzésem mellett. Köpüljön. Nice! Szép volt. De kegyetlen a Sandra amúgy, ha gyilkos, hallod. Hát engem úgy pofán lőtt, mint a szar. Keci. És gyorsan elszedettem ott az előzőben. Igen, az volt. Az a kinyírási ízője, hogy pofán lő. Szép. Ja, neki nem kell oda menni melléd. Hát de. Az animáció. Az animáció. Ja, aha. Aztán brutál volt. Mutatjuk, itt vagyunk levágod, az kész. Nekem kitört a nyakam. Fasza. Egyre jobb. Szandra a hasfermencé. Engem a Nóri valami kijött a szájából és úgy ledöfött. Ja. Basszus. Hát úgy, hogy nem beszélsz, hogy nem jó. És hogy mondod, az, honnan tudjuk az infódat? De amúgy akarok nézői játékot belőle. Hát ezt megszívtad. Ez gyors volt. Csóri Gergő mindig megdöbbik. Szóval Gergő végre megint ráfröccsent a Nóri keze által. Ez nem. Ez nem. Én is oda akartam bevenni a idő miatt. De az irányítás... Dőlt el a Gergőt, ha megfutottál el gyorsan. És mi van? Láttam, hogy megjött. Miért hogy lát fröccsen a vére? Vagy mi? Azt, hogy konkrétan futottam be, Gergő összeesett, a Nóri meg futott kifele. Gyanús vagy, Kata. Ugye, én amúgy azt mondom... Most nem hum vagyok, de legközelebb igen. Jó, most csinálok egy... Figyeljetek a DC csoportot, szerintem... Hétfőn... Hétfőn kiírom, és csinálunk egyet a jövő hétvége, jó? Ripasszony. Ez kész. Baszd meg, hogy a faszom mindig én halok meg először. El, hogy direkt még vissza is indultam, hogy mondom, látom-e a Katát a kis fényben, hogy nem látom, biztos nem jön le. Mert engem kell megjönni először mindig. Szegény Gergő. Hát ilyen van. Hát beszarok, hallod. Felrontottam. Hát egy incuri-pincuri csak. Igazából. És azt, hogy mindig úgy jössz meg, hogy a Kata látja. Amúgy igen. Én vagyok ám a gyanús, tehát nem gáz. Azt mondjuk megnéztem volna.
Nem megy a parancs. Miért nem megy a parancsom? És miért nem megy a parancs? Ezt majd megnézem mindjárt, jó? Hogy miért nem megy a parancs. Annak menni kéne. Ez most mi? Megint az elektrikában a három feladat, az meg. Semmilyen parancs nem megy. Hú vagy, próbáld ki a felkiáltó a CMD-t. Nem megy. Tehát a Sandra. Nem is. Oké. Egyéb, amit szeretné hozzáfűzni. Köszönöm. Köszönöm. Dobjátok ki. A pisztolyával együtt. Az gyerekek, hogy a Zsoltit bazzik senki nem találta meg? De hol volt? A... Zsoltit? Ott valahol jobbra a folyosónál. A Shield előtt a folyosón. Én találtam volna meg azt is, mert a Shield-et mentem. Én a folyosó közepén feküdtem. Jaj, elfutott mellettem. Fú, mondom, itt nem jön senki. Gyors kill, aztán be a ventbe. Futottam is előre. Elmegyek mellett, és hirtelen megfordult felé, mondom, hülyegetsz, ez meg fog ölni, futás innen. Puff, meghaltam, mondom, jó van, akkor ezt jól éreztem. Én is úgy voltam, én először azt hittem, hogy a Gergő az, és akkor jött, mondom, jó, ott a Sandra, jó, akkor már hárman vagyunk, akkor valaki, vagy hát senki nem fog kiírni. Aha. Amúgy ilyenkor, hogyha szellemként, mondjad? Mondjad. Tehát, hogyha ilyenkor szellemként rohangálok engem, akkor már nem is láttok. Nem. Viszont meg kell csinálni az összes feladatodat. Tehát, ami nem volt kész, azt csinálni, mert más kell, nem tudod nyerni. Ja, azt vágom, azokat csináltam. Nem, én nekem a Gergő az azért volt gyanús az elején amúgy, mert amikor jött az először a lekapcsolta a Sandra lámpát, akkor... Miért lekapcsoltam a lámpát? Miért lekapcsoltam a lámpát? Lekapcsolta ugye a lámpát, és Gergő meg fönt a Batman-szén álltál, ugye a Batman-szén a navigáció között. És így álltál, és így mondom, azt megmondom én meg, Hunterre futok.
Igen, mert lekapcsolta a lámpát, és azon gondolkoztam, hogy elmenjek-e megcsinálni a lámpát, de aztán rájöttem, hogy a lámpát azt 99%-ban meg lehet csinálni, és az nem annyira zavaró azért, mint amikor leolvad valami. Mondom, jó van, én nem foglalkozok vele, aki az elektrikában van, az úgyis megcsinálja a lámpát. Ja. Hát ez ilyen. Örjenek a többiek. Miért rögtél ilyen marha nagyot, Gergő? Hát ezen a Szandrán, amit mondott az előbb. Ott leraktam a fejhallgatót. Hát ez... Tényleg, lekapcsoltam a lámpát. Ez a tényleg lekapcsoltam a lámpát, az volt az első feladat, amit csinált, hogy lekapcsolta a lámpákat. Hát a Krisztián szerintem lassan hazaér most már Mainzból. A Tomi nem biztos, hogy lesz. Ha megjön a Krisztián, akkor leszünk 8-an, és akkor mehetünk kettes imposztorral is, addig még így megyünk. Addig megyünk még egyet. És amúgy, hogyha két imposztor van, ők tudják egymásról, hogy ki igen. A... Igen. Az elején, igen. Amikor a kép van. Beradtál te egy helybe? Hon vagyok. Gyanús. Bár ők most játszanak vele először, úgyhogy... Elsőre sikerült. Ez az előbb. Hopsz. Ú, mindenki az elektrikával van. Kijön kielve. Az elektrikában voltunk. Igen, meg ott volt a Sandra is, úgyhogy igen. Így hárman. Ja. Igen, én meg láttam őket az elektrikában, mert megnéztem, visszamentem, hogy ki hal meg egyébként hármajuk között, de senki. Én meg azért nem voltam, mert de most helyeket nem tudom. Középen, ahogy lemész, ott igen. Van egy feladat, amit ha megcsinálsz, akkor átküldöd a weapons admin, az adminhoz, vagy hova. Igen. Hát, ezt csináltam. Ennyi. Aha. És átmentél a falon? Lehagytad azt a végéről, hogy... Dehogy, fönt mentem. A Bencén kafetéria, weapons... Ja, a Bencén keresztül. A Bence ott volt mellettem. Nem, ő csak azt látta, hogy ott voltál. Hát, jól előttem ment. Azt találtam le, hogy ott voltál. Na jó, skippeljük. Én skippelem még most. Nekem én sem tudom, hogy ő volt, csak ő volt a közelben. Azt hittem a Zsolt irányomja a Nórira. Chat! Nem, van egy tippem, de még nem akarom elárulni magam. Nehogy aztán engem hallgattasson el.
Na, én megtaláltam a Nórit, és a Kata volt ott mellette, akkor bement az O2-be. Az O2-be csináltam. Volna. Akkor futottál be, és ott volt a Weapons és az O2 között a Nóri. Tehát akkor a Nóri nem lehetett. Hát de Nóri te igen. Lehetett. De igen. De mentem csinálni a szabotást. Előtte kinyírtad a Nórit? Mert ott, ha csak föntről jöttél, ahogy láttam. De várjál, a Kata az ott volt velünk az elektrikába. És még volt egy harmadik ember, valaki. De az a baj, hogy én láttalak téged, Zsolti, a Security-ba, ahogy elindultam fölfel, ott meg ott volt a Bence. A Sandra riportolta volna a saját magát? Hogy bemártsa a Katát? Én az elektrikában láttam. Szia, Tomi! Egy pillanat, és jöhetsz. Jó, ezt a kört még lejátszuk. Én a Katát hallok. Én meg a Sandrára, hát most... Hát jó, a Nóri nem volt, azt tudtam. De hát az ott volt velem az elektrikába. Dehogy volt ott. De. De ott voltam. Hát Sandra, most én miért védenék egy olyat, hogyha mondjuk nem is lett volna ott? Na, erre kíváncsi leszek. Na, most én is. Akkor meglátjátok. Akkor emergency. Kár érte, jó ügynök volt. Lenyomtad? De állj! Hát most szóval... Szavazást írtál össze. Hát akkor ez tök egyértelmű. Szavazzunk. Várjál, Zsolti. Én már le is adtam a szavazatomat. Mi hárman ott voltunk, a Bence ment csak el tőlünk. Igen, ezt a... Láttalak, igen, de az nem jelenti azt, hogy az a hulla az nem előbb... De mi hárman kis seggébe próbáltunk lenni. Tehát kinyírhattad te úgy a Nórit, hogy utána oxigént hívtál, és utána eljöttél fönt. A ventet te viszont tudod használni. A ventet tudod használni, igen. Ennyi időn, még nem. Ennyi időn keresztül biztos, hogy nem. Na, amikor impostor voltam, bebújtam a ventbe. Csak nem tudtam tovább haladni, hogy mit keveredjük. Jó, bocsi, akkor a Zsolt is tudná használni, de szerintem Bence, mert mi ott hárman ott megpróbáltunk inkább együtt lenni. És az első hullánál is gyanús volt a Bence, csak akkor még igazából lényegtelen volt. Nem, azért, mert kimondottan nem tudtad, nem együtt mozogtál a többiekkel. Hát, mert csinálom a saját feladatomat. Ami gyanús. Ennyi erővel még akkor te is gyanús vagy. Mert én például téged is. Na, hogyha nem a Bence, akkor kiszavazok gyorsan a Gergőt. Jó, akkor most ezért megkapod a szavazatomat. Amúgy nekem a legelejétől fogva a Gergő a gyanús, úgyhogy bocs Kata, hogy itt az elején rányomtam, ez véletlen volt. Picsáva. Ez nem jött be. Ha nem mondod ezt az utolsó mondatot, akkor másra rakom. Úgyhogy ezt ott basztod el. Meg te is ott basztod volna el. Na, csinálom az új hostot, jó? Figyeljetek. Akkor Tomi megjött, tehát berakom 9-re, hogyha Krisztián megjön, ne kelljen újat kezdeni, jó? Nekem kilépett az egész játék. Tudom, majd innyjárt küldöm a következő kódot. Lépjetek vissza a játékba. És akkor két imposztor lesz, jó? Ki az a diffonsajt? Az a Tomi. A Tomi? Ja. Gergő, nem próbáljuk meg Európán? Európai szerveren? De megpróbáljuk. Persze, váltsatok át Európára. Most konkrétan szervert se csinált ez a... Ne, te kurva. Nem váltunk át. Mert fullom van, azt írja, hogy nincsen szerver lehetőség, jó? Úgyhogy marad a North America, és mindjárt küldöm is a kódot nektek. Ez a kód. Használjátok egészséggel. És akkor két imposztor van, oké? Okay? Viszont akkor... Kell még feladatot emelni, vagy így jó volt? Na, hát így még sokszor... Én egyet visszavennék, tehát 2-1-2 legyen.
Kettő impostornál, meg pláne. De nem. Pont a kettő impostornál kéne több. Mert hogyha kevesebbet teszel, akkor az impostorok kettő másodperc alatt megnyerik. De hogyha kevesebb, nekünk ja, az, igen, akkor igen, miatt gyorsabban igen, semmi meg. Egy, tehát akkor kettő egy kettő, és egy picit, megemelem 35 másodpercre a cooldownt, a kill cooldownt. Jó. Jó, megnézzük így, ha nem jó, akkor állítunk rajta. Nem. A két impostor egymást nem. Ellenben tudjátok egymást riportolni és kiejtetni. Azt igen, azt tudjad. Tudjuk, hogy ki a másik. Igen, tudni fogod. Most ki kell? Meg is, de még annyi, hogy hogyan kell a Venibe átmenni egy másik szobába, mert itt... Ott vannak a nyílak, Tomi. Ott vannak a nyílak. Ha bemész egy Venibe, akkor van egy van nyíl, és a nyílről át kattintasz az egérrel, és akkor... De neked nem adott ki nyílak mutkot. Csak be tudtam bújni, meg ki tudtam jönni. Egyet mindenképp kéne felelődni. Nekem kiadta a nyílakat amúgy. És akkor úgy tudsz kiszállni. Azt nem tudom, azt észre, hogy tudsz be, meg kiszállni. Tomi, forgatni kell a kamerát. Tehát amikor bemész a ventbe, akkor el kell mozgatnod a kamerát, hogy vent fele legyen a fénye az imposztornak. És akkor olyan, mintha látnád a másik ventet. Lehet, hogy arra fele állt a kamera, hogy semmilyen ventet nem érzékelt. Na, még valaki hiányzik. Hogy mi? Ja, igen. Még nem próbáltam. Most jöttem rá, hogy lehet vételizelni. Csak mert ugye, hogy azért lehúzott, hogy megered valósulat, gyere kicsit. Hát tartsd ott. Nekem mindig ott jobb izé jobb alul az egerem. Na, mehet? Ugye, WSD-vel futott. Mehet. Az egerem aztán úgy izé. Kettő imposztornál sem vagyok én. Hát ez mi? Mi hasznos? Ez igen. Oké. Én a Gergőt találtam meg a weaponsből, hogy mentem az admin felé. Ott a kereszteződésbe feküdt. A Nórit én láttam, de én a kafetériába mentem lefele az admin fele. Én meg igen, én az izébe, ott a... Hogy várjál, rosszul mondtam a helyeket. Mi futottam a Zsolti után. Lényeg. Ja, igen, én a kafetériába lefele láttam a téged. Igen, én a navigált... Nem, a... Mi az? Az adminból mentem a navigációba akartam eljutni, és végül nem jutottam el, mert megtaláltam a Gergőt. Okay. Mert ott ugye összekötöd a kis izékat, és azt kell menned. Én most mentem volna kábert kötni, meg lehúzni a kártyámat az adminba. Én az elektrikbe voltam a szobában, bezárult előttünk egy ajtó, aztán nagy nehezen kijutottam, de Sandra futott utánam, úgyhogy én menekültem előle, hogy ne üljön meg. Hát persze, hogyne, hogyne. Követett engem, hogy hát én vagyok-e a gyilkos, és szerintem mi ott fakvágányon rohangáltunk. Valószínű. Azt se tudják ki a gyilkos kezdet. Viszont, amikor be volt zárva az ajtó, nem, akkor a Kata volt ott kint. Persze, mert nem tudtam bemenni, úgyhogy mentem inkább az adminba.
Na várjál, akkor elvileg a Zsolti meg a Szandra oké, okay, elvileg. Hát mi akkor a Katával én találkoztam. A Bentével nem. Hát az a baj, hogy a Bente és a Kata között gondolkozok most. Nem tudom, én skippelem. Nekem? Én a Bencét nem láttam, de jó. Mindegy. Akkor bocs, hogy rátszavaztam. Egy megszavaz mindenkinek. Te miért tettél rám? Te nagyon feltűnően gondolkodtál most, és így... Ilyet próbál megjegyezni a szobákat, baszki! Túl magyaráz. Ja, bocs. Na, összehívtam egy szavazást. Az a helyzet, hogy a Szandra az előttem bújt ki a ventből, és tudtommal azt csak egy imposztor használhatja. Úgyhogy én le is adom a szavazatomat. Hol láthattál? Te is összehívhattad ezt a szavazást, hogy magad volt terem. Nem én! Nem én! Láttam, és akkor mentél föl. Ne legyél hülye! És ott amúgy a... Amúgy... Igen, azt akartam mondani, hogy ott mentem körbe, és akkor még ott is voltatok tízbe, és bementem hozzátok, hogy nehogy véletlen megöljen engem a szám. De a Szandra egész, akik mellettem futott a menedvénye. Amúgy van egy ötletem, szerintem a... Velem nem, szerintem a... Nem. De. Szerintem meg a Szandra és a Zsolti, a két imposztor, mert az előbb is együtt mászkáltak. Oké, akkor Szandra, Nóri, meg is vagytok. Jó, nekem eddig a Zsolti, mert a Zsolti nekem gyanús, hogyha ilyen Zsoltira most igen. De nem már, hát a Szandrát lát, jó, tudja, dobjatok ki, és akkor kiderül, hogy igazam van, és a Szandra az tényleg kijött a ventből. Gyerekek, én mondtam... Ezt hogy... nagyon elkurtátok, bazd meg! Hát, még be is mentem hozzátok direkt, hogy véletlenül se jöjjön meg út közben. Erre kiderült. Szemét látom, hogy bazd meg, miért láttad, hogy... Ugye? Hát olyan szívfájdalom nélkül nyírták ki a Kata, meg átsétált rajtam, mint a szar. De előttem egy várjál, kit nyírtam ki? A kis Bencét? Azt tudom. Levágyom. A két imposztornál a mind a kettőtöknek külön van kódálnia, nem? Igen. Igen. Az mondjuk. Tehát én levágtam azt hiszem szegény Tomit talán. Nem, engem a Szandra vágott ki. Jaj, mert megnéztem, hogy megölted-e, és utána mentem a másik után, hogy megöljem. Már nem te mentél be a vent, meg futottam tovább. Ja. Arra figyeljetek, hogy a Szandrát úgy védte a Kata, mint a picsa.
Be fogjátok bu... Na srácok, én megtaláltam jobb fölül a Gergőt. Viszont a katon az átrohantolta. Én is elfutottam, mert meg akartam. Igen, igen, én is elfutottam mellette. A Nóriben volt az O2-ben. Igen, mert csináltam az oxigén, de ahhoz el kellett futnom a Gergő mellett, csak hát baszki most... Milyen messzi van? Zsolti, amúgy nem is értem ezt a vádaskodásodat. Én a kata volt nekem gyanús, hogy ő csak így elrohadt. 9 másodpercünk, hogyha lejár és riportolok, vagy esetleg tökölök vele, akkor utána... De a riportnál leáll a... Igen, ott vége van. Hát, bocs, ezt nem tudtam. Ezt én sem tudtam. Zsolti, te ezt honnan tudod, hogyha még csak most alig játszottam? Lehet hát mert eddig akárhányszor... Tomi short, short, Tomi short! Közel kell, hogy álljál hozzá. Nagyjából közel, azért nem lehet a szoba másik feléből. Nekem a kata elég gyanús, mert bementem az O2-hoz, neki állt felén futni, egybe elfutottam előre. És akkor itt a Bence és az Jánnak mellettem. Ki voltál az O2-ben? A Nóri volt egyedül. Tudom, kire kell szavazni. Hát dobjatok ide, a Nóri volt ott egyedül. Igen, és én is csak a katát láttam jönni. Meg fél úton a Gergőt. Nekem ez nagyon gyors volt, mert az úgy, hogy van elrohant mellette. Hát legalább nyugodva csinálom. De én is elrohantam, baszki, én sem tudtam, hogy leáll. A Nórit is dobjátok ki. Én, akkor ennyire már engem dobjátok ki először, mert én rohantam el előtte. Már később. Vagy legelőször már. Már kiszavaztam közben. Már később. Semmi. Keci. Jaj, Istenem. Édes Istenem. Na hát én a Bencét találtam az... Ad miba? Azt hiszem. Látta valakit? Hát én például ott mentem el igazából... azon a folyosón, a Nórival. Viszont én lefele jöttem, én bementem a Tomihoz, mert nekem ott volt. És akkor viszont, hogyha Nóri találtam, akkor ott volt egyből mellettünk. Igen, hát igen. Te meg öcsém voltatok lent, akkor a kis Bence fönt, és én megmentem feladatot csinálni. Én a security-ba néztem a kamerán a Nórit. És mit mentél lentem? Be az adminba. Hát akkor viszont a Nóri hát a leggyanúsabb. De miért? Fenn a kafetériában megcsináltam a küldetést, és beküldött az adminba. Vagy mi? Nem. Bocsi. Nem, a izébe akartam lejutni. Mi van lent? A... Mit csináljak? Nem tudok helyeket mondani. A jobb alsó sarokba akartam eljutni. Vagy nem egészen a sarokba, hanem mellett, mert ott volt küldetésem. De akkor miért mentél oda be? Mit tudom én? Nem tudom, már összezavarodtam. Ok nélkül nem mászkálok, az, hogy össze-vissza mászkálok, az azért van, mert néha ez a kis irányítós így beragad, és nem tud jobban arrébb húzni.
Hát most az én helyzetem szerint amúgy nem. Vagy a Tomi, vagy a Nóri, de a Nóri sokkal gyakorlatilag. Jó, igen, a... nem, össze-vissza beszélek. Szóval, mentem le a jobb alsó részre, de közben megláttam a kis fényemmel egy hullát. Igazából már csak te nem szavaztál. Nem tudom, kire szavazza. Szerintem reménytelen. Túltöltem mi? Ez ki volt? Bocs, kirebott a játék. Ismét? Szerintem majd rakd fel a teleudra, Sandra, a játékot. Nem tudom mennyivel jobb, Norit majd megkérdezheted. A Bence lesz. Wow. Én miért? Mi? Mentem a lámpáért és futottál utána. Hát mert gondoltam én is, idélom a lámpát. Jó, és miért futottál utána, mint amit végeztem? Mert kész a challenge-em és gondoltam, te nem vagy imposztor, ezért utána futok. Aha. Uh-huh. Később a kezembe futkozni mások után. Hát már így megölteled volna és megnyertem volna a gémet. Nem, mert pont előttem mellettem. Egy de majd már megnyertem volna, most így rontottad el ezt a játékot a Zsoltihoz, csak szólok. Már megnyertem volna, hogyha megölnek. Mert hogy olyan is voltál. És mert hogyha még nem járt le az időd, mondjuk, hogy meg tud dőlni. Easy peasy. Szandra, te hogy haltál meg? Vagy csak kidobott el? Hát engem kidobott ez a szar, és még nekem is elment mellé. Az akkor ott mondjuk nem biztos, hogy a játéknak a hibája amúgy. De soha nem csinál ilyet a laptopom, csak mióta játszok vele. Amúgy Nóri, amikor én megöltem a Bencét, te majdnem lebuktattál. Csak az volt a márkom, hogy ahol befutottam, ott volt a Tomi. Próbáld ki a Bence laptopján. Hát jó, a ketten ott álltatok. Kis Bence fent, hát mindegy. Engem meg tökre összezavartatok, aztán hülyeségeket beszéltem. Inkább maradj csöndben ilyenkor. Visszatértem. Még egyen van. Ja, amúgy Sandra, vagy aki szeretné telefonon, szerintem tök jó. Már letöltöttem. Azért még próbálkozok a gépem. Bence! Akkor mondom, hogy a kiskutyád már elfoglalta az ágyat. Hát, gondoltam. Meg vagyunk. Nóri nincs itt, azt hiszem. Nem, a Krisztiánnak nincs. Tehát Krisztiánnak van fenntartva egy hely. De a Nóri most lenne valahova. Az oké, csak hogy a Nóri azt hiszem, azt mondta, hogy mindjárt eljön, nem? De legalább lenne egy kis esélyünk. Vagy ellene, vagy vele. Igen, és lenne kire fogni, mert ott áll középen, mert nincs is ott. Ez tipik imposztor hozzáállás. Úgyhogy el se indítottam a gémet. Akkor már most szavazd ki. Oké. Okay. Akkor te ebből a körből kimaradsz. Itt vagyok. Nyomok egy emergency-t gyorsan. Úgy. Kiszavazzuk, így kezdünk. Hal imposztor, hal játékos, nem számít. Nóri még nincs itt. Ah. Azt mondtad, itt vagytok. Mindegy. Mondom, itt vagyok. Ja. Dob egy pisit, aztán jön. Semmi, dobd a pisit. Ez gyors volt. Mi van? Én mentem le a medbébe, bocsi. Kötöztem kábelt és mentem le a medbébe. Hol kötöztél kábelt? Én magam. Fönn a kafetériába a jobb felső csücsökbe tudsz kötözni kábelt. Szóval te szkeneltetted magad? Hol találtuk a hullát, várjál? Én a medbébe voltam. Kimentem le a medbébe, és a kábelt kötöttem.
És a előtte a Tomin láttam, itt vagyok. Mi? Én ezt visszegény Nórit láttam ágyalasztal mellett. Azért volt, mert én szóltam, hogy mindjárt jövök. Jó, tudjuk. Ezt akartam, mert szerintem a Nóri nem volt, mert ő még mindig ott áll. Na, szóval, akkor a Zsoltit találtuk meg? A Zsoltit találtam meg, az admin a Sztorics nálam, a kábel között. Igen. Én csak a Tomit láttam, a kafetériával a Sztorics felefutni. De az még előtte volt egy jó fél perccel, tehát a legelején a Tomi arra indult el. Igen, de én befutottam az adminba, a Tomi nem futott le igazából egy kicsit később utána. Már csak így a szélét láttam. Most mondta, hogy a Storage-ba. Te hol voltál? Ja, hogy én a Weapons-be, azt ragidáztam. Szóval azért nem értem, hogy... És a kis Bencét persze nem látta senki. Hát a kis Bence meghalt. Ezt vágom. De hogy a Zsoltit találtad meg a Storage-be. Én Nórit láttam. Ja, igen, a kis Bence nem tudom volna meg. És te utána, tehát te nem láttad a Sandrát, Kata a Mad Bay-ben, mert még nem értél oda? Nem. Nem értél hát oda, vagy nem láttad? Az lent van az alján. Én a Mad Bay-ben mentem volna be. Ja, hogy be? Ja, hogy még nem? Jó, oké, hát akkor. Nem, oda mentem volna be. Azt mondom, én összes a Nórit láttam, aki szegényem ott állt, mert ő még ugye AFK volt. Tehát gondolom, de tudja. Hát, hogy vitte a WC-t rá a telefont. Ami mondjuk nem. De persze. Bassz meg. Én kata az egyik impulszor, és szerintem a másik a Tomi. Mert befutottam az elektrikába, és a kata ott állt a hulla mellett. Csináltam a kérdést, fel is lehet a másikhoz. És nem láttad, hogy ott volt a Sandra? Nem, hát kit akarja az egész panel? Hát nem mentél át a másikhoz, azt mondtad az előtt. Akkor nem láttam, hogy ki ölte meg. És nem hallottad a hangot se, hogy meghalt? Nem. Ha nem hallgatod, akkor a Tomi, mert a Tomi tudod ki pont az elektrikában. Igen, ezt én is láttam. Hát csak a Tomi is a Tomi. Hát kettő van. Még te is lehetsz, meg én is lehetek, de... Az a másik amúgy, de... De most igazából, ha egyet kiejtettünk, akkor nincs vége a játéknak.
Viszont a Gergő fönt volt a kafetériánál előtte, ott kötött kábelt, és vele találkoztam, amikor az áramot csináltuk. Mi? Tehát ellen voltak az elektrikánál, és onnan futották fölfele, ahogy láttam. Én? Ja, én mentem fölfele. Nem, a Tomi. És hol a kommunikációba találtad meg a Nórit? A kommunikáció, szóval is volt, mentem a kommunikációba fel, és ott találtam meg. Szerintem a Tomi a másik. Vagy a Gergő, nem tudom. Mert a Gergő, mert a másik oldalról jött. Én az elektrikából jöttem, de hogy a tökönbe értél át ilyen gyorsan a kommunikációhoz, mikor az előbb az elektrikánál együtt voltunk? Mit? Hát az elektrikánál, hát igen, de te elindultál balra fölfele, az overengine fele, én meg elfordultam jobbra, és a szoricsból láttam. Igen, mert úgy gondoltam, hogy te vagy az, és kinyírsz a gecibe. Akkor volna, de... Jó, hát nyomjuk a Tomit, maximum bukjuk. Hát hogy te vagy, hogy a Tomi? Kettőtök közül van valaki. De túl könnyen belementél, szerintem nem nyomjuk a Tomi. Picsáva. Hallod, izé volt, nem járt még le az ülés. És azért nem tudtad, hogy ilyen hét másik. Hú, basz. Akkor meghalt, akkor hagyjad, hogyha azt csinálja a szabotásokat. Ne, nagyon rosszul csináltad. Mindig az oxigénben volt. Nagyon rossz volt. Én folyton a fényt akartam kiütni, mondom, hogy nem látnak semmit, sokkal jobban elvegyek. Nem látják, hogy egyiket kinyírod, mert ott fal van köztük. Azért nyomtam az de egyszerre voltak ott ketten, az a baj. De nem voltak, az egyik fölül volt, a másik teremben nem, voltak. Hát nem, hát a Gergő meg a Nóri egy helyen. Mi egy helyen voltunk. A Bence mindig tök egyedül volt, és mindig befutottál, hó, és akkor gyorsan kifutottál. Hát de várj! Nem a Bence, de a Gergőnél voltam én. Akkor a Gergő. Vagy ahol voltam, ott ketten volt. Ez nagyon rossz volt, hogy mindig elnyomtad az oxigénedet. Ez nagyon rossz volt. De olyankor, hogyha egy áll fölül, azt nyugodtan meg tudod ölni. De kettő volt ott ez volt a baj. Én megtaláltam a Tomit a kafetériába. A Nóri is halott, mi a fasz? Bazd meg, igen. Az itt nem. Én jöttem a navigációból föl, weaponsbe, és úgy ki a kafetériából, és ott feküdt. Már az elején meghalt a Tomi, vagy mi összeesett, vagy mi van? A shieldnél voltam. Biztos, hogy nem én voltam, mert én bal oldalt jöttem végig körbe az egész mapot. Mi ketten a Katával a shieldnél voltunk. Kresszen Bencével, meg még egy valaki utána... Igen, pont akkor futott le valaki. Hárman voltunk elektrikában, szóval nem hinném, hogy mi hárman ott. Úgy. Akkor... Szandrát láttátok? Szandra elment O2-be, és onnan a navigációba, és onnan akartam menni adminba. Hol volt a hullám? Egyszerűen azt lefejtettem. A kafetériába, ott ahogy kijön össze weaponsnél, ott egy kicsit attól följebb. Olyan eset nem nagyon. Hát akkor a Tomi aszteroidázni akart. Mi ketten a Katával nem voltunk a shieldnél. Akkor viszont a riporteresek között lesz valahol a gyilkos, mert én balra jöttem végig körbe. Tehát nekem semmi közöm nem volt végképp se. Hogyha ti nem voltatok, akkor csak azok lőhették meg, akik riportolták is. Tehát az a Sandra jelen esetben. Hát, ja, igen, nyilván. Ugye Nóri is halott, a Nóri viszont a Szori is tetején volt, és a Zsolti futott be hozzánk Bence. Azt, hogy most melyik oldalról, azt most meg nem mondom, de mindegy lesz az egyik. Hát, ha én befutottam hozzátok, akkor az balról mehetett, mert elindultam az elején balra, és így
elmentem a legvégig, aztán utána lefele, és akkor így jöttem jobbra. Így egy nagy kört mentem. Hú, ez érdekes lesz. Shields-nél találtam meg a zsoltit. Nem láttam senkit. Aszteroidát lövöldöztem volna. Mi a Bencével az elektrikában voltunk. Én az adminnál voltam. És te hova mentél, Bence? Én az elektrikán felett, tehát... Meg a reaktorról... Na, a reaktorból a... egyből futottam a Shields-be, mert... Igen, azt láttam, hogy ugyanarra futottál, mint a nagy Bence. Mert én meg fölfele futottam pont. Ugye a kafetériánál fönt összekötöttem a kábelt, és úgy mentem le az adminba. És a Zsoltit nem láttad a kis Bence környékén? Hát, megmondom őszintén, nem. Amúgy, várjál, most együtt voltunk mindannyian a reaktornál, szerintem már akkor hagyd meg, amikor mentünk volna a reaktorhoz, és megölték, és utána... Igen, a Zsolti, nem, a Zsolti ott az egyedül, aki nem volt ott a reaktornál. Igen. Igazad van. Mert mind az öten ott voltunk a reaktor. Nem, a Sandra nem volt ott. Oda mentem, ott voltam a Lover Engine-nél, amikor abba maradt. Mondom, akkor nem megyek föl, hanem akkor megyek az elektrikába, és akkor jöttél utánam. 100%-ig biztos vagyok benne, hogy az egyik kaptam, mert amikor fent állt, fent, amikor a reaktorból lent, a lenti kéz lenyomónál, és Katált egyedül fent, és nem hagyta abba, és utána én mentem. Hogy hiszem, hát csináltam meg? De ott állt el szerintem 3 másodpercig, és lent meg 2 másodpercig. Dehogy szóval is. Lent vagy nem, lent volt az egyik imposztor, és a másik az megnyomta, és az imposztor az meg nem nyomta. Hallod, Bence, én ma már 2 miszklikkeltem. Ilyet. Az előző körben úgy, hogy nem jól nyomtam meg a gombot. De attól függetlenül lehet a Kata, nem mondom, hogy nem, csak ebből a kis Bence is lehet, tehát, mert ő szoktam portolni. Én skippelem. Meg gyanús vagy? Hát, én mindig az ők. Na látod. Igen, az a Sandra is olyan, hogy... Hát... Kibasztok a Bencét! Hoppá. Az igen. Baszd meg! De ilyenkor nem értem, hogy a többiek miért nem szólalnak meg, vagy nem tudom, nem csinálnak semmit ilyenkor. Mert gyanús vagy. Ne legyek már, mint így. Engem a Kata agyon be. Hát, hogy csináltam volna vele, hát nem tudom, hogy melyik volt az izé. Bence, hát, neked egyetlen egy szerencséd volt, hogy pont befutott az elektrikával, hogy rányomtam a kérre. Nem te, a nagy Bence. Az jó, mert én is úgy csináltam, hogy először álmondom, nem nyomom meg a gombot, kinyírom. De mondom, az nagyon feltűnő, mert fönn van a kis Bence, de mondom, nem tudom, van-e cooldownot, hogy ki tudjuk-e nyírni őket egyszerre. Ám mondom, nem nyírom ki. Katon gyanúsan bánított az egyébként. Na most már jövette a Krisztián, mert az előbb azt írta, hogy már otthon van. Fürdik, eszik, szarik, stb. Jó, hát akkor holnap után majd jön. Jó. Meg egy 2 óra.
What? Wow. Igen? Láttam a Tomit az oxigénbe, és kafetériába mentem, miután feloldott a reaktort. A Ferengyibe voltam, és láttam a Sandrát lefölfutni a kafetéria felett, tehát ő... Hát a Security-ből jöttem. De azt nem tudom, hogy mikor halt meg a Tomi. Az az igazság, hogy a reaktornál megint mindenki ott volt. Mindenki ott volt, igen. Én oda mentem, és egyből leállítottuk. Viszont te már előtte jóval régen volt ott álltál. Szia Marci, köszi a követést! Most nem... Ki? Kicsoda? Te! De ki te? A Gertő! Ja! Ki te? Mi van velem? Bocsánat, csak bekövetek. Mi van? Hát, hogy te már ott álltál, mert amikor én futottam... Igen, és ki is írta fönt, hogy 1/2. Úgyhogy a föntit nem csinálta meg valaki. Nekem ki írta? Azt mindig ki írja, hogyha megnyomod. Nem működnek a parancsok, Marci. Majd meglátjuk, mit tudunk vele kezdeni. Fönn van a... Ja? Illetve nagyon kibék fura, az a Bence volt, mert amikor az adminba csináltam ezt a letöltős feladatot, akkor pont látszott a Bencének a feje, és feltűnően sokáig álltott a szorítva az elektromos kötögető feladatnak. Azért, mert egyszer volt, hogy ugye rákatintottam a izére, a kábel összehúzogatósra. Tehát gondoltam úgy, a kábel összehúzogatósra, utána véletlenül mellé kattintottam, és elkezdett kezdenem újra az egészet, és utána sikerült csak másodjára. Kis Bence, te már nagyon profi vagy ebben a játékban, tehát szerintem gyanús vagy. Szavazz rám, szavazz ki. Szavazz rám, szavazz rám! Szavazz rám! Szavazz rám! Szergős! Hát te kérted, hogy szavazzak rád! A lehetséges. Ez egyszer nem vagyok gyanúsított, tök jó. Gyanús vagy te! Bazd meg, ez már megvan. Szép volt, Nóri! GG! Yeah. Nice! Nice! Szép volt, Nóri, amúgy ügyes voltál. Igen, igen, és azért kellettem, hogy a Nóri jöjjön meg, ne is én. Nice! Ez szép volt. Jöjjön már, Krisztián. Ja. De fönn van egyáltalán már a DC-n? Nope, nincs fent. Írjatok rá még egyszer izén, face-en. De nekem nincs két monitorom, úgyhogy én indítom el a game-et. Ó, Jézusom!
Olyha. Na, hát én öcsémet találtam meg a... az elektrikánál. Igen. Miért mindig én vagyok az első? Én a kis Bencével mozogtam itt a navigátornál, és elég gyanúsan jött utánam, és fostam, hogy meg fog ölni, de te pont benyomtad azért a jelentést, hogy lehet, hogy én épp megúsztam az ölést. Igen, és igazából én is láttam a Zsoltit meg a Bencét elmenni alul. Elég gyanúsan követett engem. Én Zsoltit láttam, és megmondom, hogy én előlem menekültem el a kafetériába, tehát... Jó, és azt látta valaki a Szandrát? Én láttam a Katát. Ott ment el már. Én meg a Gergővel találkoztam, ő a... Mi volt az? Alul voltam, mert lent... Igen. Igen. Ja. Az a helyzet, hogy én mentem fölfele egy kanyarra. Én a kommunikáció felől jöttem. Ja. És onnan mentem fölfel, a Story John keresztül. Zsolt, én igazából arra vártam, hogy te menjél izéből, navigationből. Na de várj, az volt a vicces, hogy elindultam fölfel, te jössz utánam, én beakadtam a falba, mert rosszul vettem be a kanyart, és te is megálltál ott hirtelen mellettem. Hát, és mert azt hittem, hogy meg akart fordulni hátra, hogy megöljél. De te pontosan rajtam álltál meg, és abban a pillanatban Uri benyomta a jelentést, úgyhogy nekem te nagyon gyanús vagy. Istenem. Úgyhogy mentsetek meg, dobjátok ki a Bencét. Hát jó, de ez most nagyon kettő. Ez mondjuk te is meg lehetné akkor ennyi erővel, mert... De hát én csináltam a feladatokat, és a Kata is látott engem, hogy én mentem végig a feladatokat. A Szandrát ki látta utoljára jelve? Szerintem a Bence, mert benne van egy szobába. Hát... Bazd meg! Ez jó volt. Oh, geci! Az agyam! Hopp, az... Szóval, nem tudom ki a másik, de az biztos, hogy az egyik a Bence. Nem, mivel... a Bencével ketten csináltuk meg most. Várjál, az már más kérdés. Mielőtt elindult volna a reaktor, azelőtt láttam, hogy a security szobában, hogy kiugrik a ventből. Ki? Te! Hát te vagy a narancssárga. De nem is volt a ventet használni, hát hogy ugrottam volna, hát föntről jöttem. A reaktor, mielőtt elindult az egész reaktor, ott álltam a security szoba. Nem, te ugrottál ki a ventből. Igen. Megöltél valakit, és kiugrottál a ventből. Honnan ugrottam ki?
A ventből? Hát... Jó. Oké, ne higgyetek nekem, maximum elbukjuk. Vagy kitoljuk a Bencét. Ennyi. Zsolti, de neked te mit láttál? Hát én ugye csináltam körbe a feladatokat, és amikor odaértem a bal oldalra az, ami a két... Szevasz, Krisztián! Ott mi a Bencével azt mi megcsináltuk. Nem tudom, mert a reaktorosnál én is ott voltam, amikor a Bence lent. De ez még előtte volt. Még el sem indult a reaktoros, amikor kiugrott a ventből. És utána indult el a reaktoros, és utána persze oda ment a reaktoroshoz. A Bence az... Előbb ott voltál a reaktornál. Nem, én a Securitynál voltam. És onnan mentem volna át a reaktorhoz. Bence, te kiugrottál a ventből, és úgy mentél át. Ennyi. Nem jó. Ne higgyetek nekem, dobjatok ki engem, és akkor buktátok, mert benn marad a két imposztor. Ennyi. Szerintem már csak egy imposztor van benn, mert a kis Bencét kidobtuk. Jó. Nekem mindegy. Ha most én halok meg legközelebb, akkor tudjátok, ki a... Ó, bazd meg! Kusztustalan módon nyertél! Nem tudtam benyomni az emergency-t, mert eltűnt előttem a ventbe. És nem tudtam. Mondom! Hát nem hittetek nekem! Amúgy abban nincs igaz, akkor az megint egy bug volt, hanem amit egyébként a reaktorhoz ténylegesen amúgy futott. De a reaktor bekapcsolása előtt, lehet, hogy futottál, de előtte kiugrottál egy ventből. A medbéből futottam át. Jó, oké. Okay. Amúgy amikor, piros, amikor pirosan villog a képernyő, akkor nem tudsz vészgombot nyomni? Akkor nem. Üdös picsába, ez volt az egyetlen mázlia, hallod? Nem, az volt a mázlia, hogy nem hallgattatok rám. Hát, mert ott egyikötök sem mondott, tehát nem védtétek egymást, csak mindenki támadott, és így... Az nagyon más, nagyon... Szevasz, Krisztián! Csá! Na! Hello. Megvan a kód? Viszont az... kis Bence, ott amúgy tényleg megúsztam egy ölést, hogy a Nóri pont egy portot. Ott akkor nyomtam, szemelt. Szemelt, hogy te hajj meg. Az alsó, az a G betűvel kezdődő, az a kód. Bence eltűnt előttem a ventben, mondom, irány föl, nyomjuk a vészgombot, erre elkezd villogni, mint pirosan, a büdös kurva élet. Gergő, azért válnál a karaktereddel? Kiskutyát, vagy farka, rossz helyen csóvál. Szerintem amúgy ez az másfeles impostor vision, ez viszont így már 90-en lehet, hogy kevés. Mert egyszerűen nem tudsz elfelelni amúgy sehova. Még egyszer? Mi a kevés? A másfeles impostor vision. Lehet kettőre húzni? Miért lenne az kevés? Nem kell, hogy kétszer annyit lássanak. Így is folyamatosan az imposztorok nyernek. Mióta ketten vannak azóta? Igen. Amúgy egy kérdés. Aki szellem, az mindenki csinálta a feladatát? Mert nagyon sokszor látom azt, hogy valaki követi csak az egyik emberkét, aki még él, és... Jó, az én voltam. Hogy csinálod, mikor a taszkéid már készen vannak? Jó, jó, vagy. Jó, van, nem kell lebaszni. Taszkok kész most vannak, követ, akkor megnyertétek. Na, menjünk. Tomi, te személy. Te személy.
Te mocskos állat. What the fuck? Mentem meg az elektrikát, és mentem volna fölfele a küldjémet megcsinálni, és az elektrikában ott volt a kis Bence. A Sandra mögöttem futott, tehát gondolom, hogy ő nem tudott. A Sandra az biztos, hogy nem lesz gyilkos, mert ő velem csinálta ott a küldiket nagyon sokáig. Illetve még a Bencével is találkoztam, a nagy Bencével, és ő is a küldiket csinálta. Tehát szerintem így mi hárman így megvagyunk. Engine-nél voltam. Az engine-nél? Melyik a fönti vagy a lenti? Én a fönti. Én navigation-ből jöttem. Én az admin-ből jöttem. Kifelem. Én Krisztiánnal meg a kisbóval nem is találkoztam. Nem láttam senkit, a Sandra mögöttem volt. Viszont Krisztián, a legközelebbi körben valamelyikötök vagy a Tomi vagy, te cserélj el a fejfedőjét, mert így nem jó, hogy ugyanazok vagytok. Köszi. Gyétetikus. Aha. Pont az. Igen. Ja, Nórit találtam meg a alsó engine-be. Az elektrikából jöttem ki. Krisztián, én jöttem. Nem az elektrikál. Basszus, akkor te futottál előttem? Hát... Ti teljesen együtt mozogtatok, mert én mentem be pont, és ti jöttetek ki ketten. Viszont igen, a Zsoltit láttam bejönni az elektrikába. Basszus, én azt hittem, hogy én a igen. Tomit és követ. A Nórinak a hullája az elektrikától melyik irányba volt? Mert én jobbról jöttem föl az elektrikába, bal és én nem... Bal lent. Bal engine-le. Ki csinálta engine-t? Airstorage-be voltam. És ott mit csinálta? Szóval nem láttam egyáltalán. Én futottam át. Storage-en keresztül. Mit csináltál a sztor... Mit csináltál igen. Előtte? Igen. Én mentem föl a izébe. Hagyjon a térképárja. Krisztián az ment előttem, az elektrikából jöttünk ki, és mentünk az elektrikából jöttem ki, és mentünk a lower engine-ből fölfele mentünk volna, de... Csak megláttam a kép sarkába a Nóri színi hótestet. Aha. Uh-huh. Az ődet. Uh-huh. Hát nekem most így Gergő, Tomi, Bence. De...
Nekem inkább a Zsolti gyanús. Egyelőre, de nem tudom mondani. Hát engem a Sandra az tud biztosítani, hogy én feladatokat csinálok. Mert mi most is találkoztunk a Sandrával, és én is csináltuk feladatokat. Én is mert voltunk az adminbe együtt a legelején is. Ja. De most, hogy rám szavazott a Gergő, nekem baromi gyanús. Nekem a Krisztián kurva gyanús. Nekem meg te vagy gyanús pont, de csst! Na jó, egyik fix a Bence. Nagy Bence. Elláttalak a kamerán, ahogy megölöd a katát. A Bence, mert most együtt csináltuk a küldetést. Igen, tehát az én a Bencevel csináltam a küldetést. Várjál, állj! Szondra, te hol találtad a katát? Én mentem az elektrikából, a storage-en keresztül az O2-be, és ott valamelyik shield utáni valamelyik kanyarba. Én azt láttam a kamerán, hogy a Bence az éppen elment a kata hullájától. De... Én a Tomi után mentem be, a Tomi tud engem igazolni, Tomi jó, után mentem be a security-be, és ott néztem a kamerát. A Tomi után biztos nem mentél be a security-be, Krisztián. Dehogy nem. Miért nem? Hát mert a security előtt álltam. És láttam, hogy a Tomi bent sincs a security. Jó, én nem tisztelre szóljuk. Oké. Tudjátok. Nem a Krisztán volt, láttam, hogy utána nem ment a security-re. Hú, geci, majdnem lebögött. És tudom, hogy te voltál a másik. Igen. Majdnem lebögött. Persze, ő nyílt ki. Tomi már emelte a kést, hogy lebög. Bazd meg. Azt a kurva élet. Megmondtam, hogy a Bencét láttam a kamerán keresztül. Az előbb nekem se hitték el, ne aggódj el, én se hittem neked most. De amúgy Bence, akkor te csak odaálltál a feladatokhoz, mint hogy csinálnál? Hát igen. Igen. Pazdeg. Persze, én köszönöm állandó. Kis köcsög. Jöhettek vissza. Azt hittem, hogy van valami animációja is, hogyha csinálja a feladatot. Ja, nem. Valami. Neked. De nem. Ha kívülről látod a másikat, akkor nincsen. De van. Ha leengeded a szemetet, akkor alul kimegy a szemét például. Nem azt a feladatot. Mikor a másik ember szabotás van. Akkor szabotás van. Ott áll és vagy csinálod. Nem látod, de ha a feladatot csinál, tehát ott van.
Nem te, aki csinálja. Nem én, hanem bementünk ketten a Bencével. Én odaálltam az egyikhez, ő a másikhoz, és igazából, hogyha ő most csinál feladatot, vagy ha nem csinál, akkor ugyanúgy csak áll a karakterje, nem? Na. Gyors volt. Navigátor volt, senkit nem láttam, elventelni se láttam senkit. Ennyi. Mi az elektrikában? Többiekkel voltam az elektrikában. Meg egy szarvassal. Bocsi, nem tudom. Baszki, nem sétem le ezért, bocsi. A Krisztián és a Tomi is ott volt az elektrikában, mert volt a viking sapka is, meg a másik. Bár mondjuk én a fel... Kis Bence megint magát riportolja. Amúgy igen. Én a reaktorba mentem. De mondjuk, én azt láttam. Én mondjuk a katát egyáltalán nem láttam, de... Ott voltam, most jöttem be az elektrikába. A kata az a velünk volt az elektrikába. Ki volt még ott? Én voltam fölül. A Tomi meg a Krisztián. Mi ott egy-egy szakaszon a Nórival ott együtt mozogtunk. Nem tudom, én a kis Bencében nem bízok. Én mentem fel épp a kafetériába. Na, hát jó. Kis Bencében nem bízok, mert tudom, hogy magát reportolja állandóan. Jó, akkor meg egy rip. Nem, ezt kipeljük. Azért nem mindig, de sűrűn. Igen. Csak én szavaztam rá. Hát, megvan a következő hullánk. Én kimentem az elektrikából a Krisztián után, majd visszamentem, mert elfelejtettem ott megkötözni egy... hát összekötözni a kábeleket, és a Gergő ott volt. Az jó, én a medvében voltam, Kata. Kudjon a Katára nyomnám. Bencével és a Tomi-tomival voltam egy időben. Hú, már miért nézel körbe? Hát... Én a medvében voltam, csak úgy esett meg a Bence. Én? Nem, a te merre voltál? Nagy én a Shields-ről mentem most éppen a kommunikációban, mert ott volt a küldény. Ott volt az a legtöltős küldény. De meghalt a Sandra is, basszus. Ő volt meg először. No, mi volt? Hát akkor ebben a körben most két ölés volt? Igen. No, ebben a körben két ölés volt. Először a Sandra volt meg, és utána most a Kismó, a Gergő meg a Nóri. De honnan tudsz, hogy a Sandra vagy a Bence halt meg előbb? Vagy a kiskunk? Sandra az volt az első körben. Én a Gergőt találtam meg. Ő volt az első körben, és most kettő volt. Nem a Nóri volt az első körben? Én a nagy Bencét, nem a Bencét nézem ki, ja. Hogy ők tudják olyan gyorsan használni a Bentet, hogy megölik a Sandra. Jó, nekem kis Bence. Szívem csücske. Hát, marad.
Találtad? Most megint nem tudom. Ez az! Na, Kata, ezt megérdemelted. Mert mindig rám szólt. Mert gyanús vagy. De a kis Bent az ott volt velem és nem ölt meg. Lehet, hogy csak a Tomi miatt nem ölt meg, de nem voltam meg, az biztos. Akkor a másik a Tomi. Na jó. Valamiért milyen rákomot csináltatok? Valamiért nem tudtam. Ki faszta el ezeket? A Tomi kapcsolgatta a villanyt. Hallod? Hárman kapcsolgattuk egyszerre a villanyt. Nem tudtuk fölkapcsolni. Én az a rögt, hogy hányan ott állnak, mondom, akkor nem állok oda megcsinálni. Egyszerre hárman nyomkodtuk azt a villanyt amúgy. Igen. Azért nem tudtuk fölkapcsolni. De miért? Hát én már kétszer felkapcsoltam, és mindig vissza kell tenni, mert valaki mindig lekapcsolt egyet. Én mindig fölfelkapcsoltam. Az ahol is fölkapcsolod egyébként az összeset. Tehát, hogy egyszer, akkor mindentem volna az ott egyszerre. Miért mondtad, hogy a Tomi? Mert én csak a Tomit láttam. Aztán láttam, hogy a Zsolt is ott van. A Krisztián is ott volt. Igen, és mert de nem álltam oda, mert hárma volt az akkor. A Krisztián nem állt oda, a Krisztián amúgy. Én nem álltam oda, hát három ember ma ott volt. Igen, azért a Krisztián mögött utána miért, tehát ti ketten voltatok ott, tehát valamelyik a kettőtök közül a Zsolt. Vagy a Zsolti, vagy a Tomi. Na hát én csak tudom osztottam a Tomit még egyszer. Én nem tudom, nekem fingom nincsen most, hogy mi van. Én amondó vagyok, hogy most azért csak nem osztottam be Tomit még egyszer imposztornak. Simán bemosztják, hogy valahányan szólva egymás után. Igen. Igen. Nóri is kapásból kétszer volt. Igen. Első meccsén, meg a második meccsén mindig nő volt az imposztor. Egy biztos, hogy a kis Bence nem imposztor, mert nem ölt meg most se. Most, hogy a Zsolti meg a Zsolti meg a Tomi volt ott, akkor a kettőjük közül lesz valami. Tényleg láttam, hogy te utána miért, én meg jóval utána mentem oda. Ez az. Én amikor bementem, azt hiszem a Tomi már ott volt. Elkezdtem kapcsolgatni, és valami nem tudtam fölkapcsolni. Krisztián már ott állt, én meg a Bencivel együtt mentem oda. De várjál, tehát a Krisztián utána miért, akkor te hogy jöttél utána oda? Krisztián már ott állt. 10 másodpercetek van. Na? Maybe. Basták.
Szép volt, fiúk! Kicsába. Krisztián volt, igen. Krisztián. Te miért akartál engem kinyomni? Nem tudom. Fogalmam sincs. De most csak egy volt? Kettő volt. Kata meg a Krisztián. Kata volt már, mert rám szállt, de miért? Mi az, hogy rád szálltam? Hát te mondtad! Én vagyok az imposztor. Azt mondtam, hogy utánad mentem ki, majd visszamentem. Igen! Igen, hát ez megnyitom, hogy a rátereltad a gyanút, hogy ő nyírt ki engem, holott te tekerted ki a nyakamat. Miről beszélsz? Mondom, ez most miért? Nem értettem én se, amikor már átmentem hozzá és mondta, hogy ki az. Mondom, mi van? Hát mondom, bemártott. Nem úgy értettem. Azt akartam ebbe kihozni, hogy biztos veled volt, amit nem én lehettem. Amúgy minden egyes alkalommal meg se szólok, de már bence lesz kellettve. Amúgy 50%-ban mindig bejön. Vagy igen, hát, vagy nem. Eddig egyszer jött be. Szerintem a 30 próbálkozásban. Jaj. Engem megkinyomtatod az élve az, mert ketten kapcsolatok a kurvámban. Hát Tomi, ez egy ilyen játék! Hát mondom, hogy a Zsolti vagy a Tomi, ennyi! Ez egy ilyen játék. Aztán láttam az a baj, hogy olyan tömeg volt, hogy mindenki bejöttem. Én azon röhögtem, hogy mondom, hogy én most ezen játok, hogy játok. És végre Kata nem mondhatja az, hogy én vagyok az. Wow. Ez mi, bazd meg? Én találtam meg. Mi volt az? Storage? Nem. Mi van legközépen, legalul? Hát az a kommunikáció, storage admin. Én a Bencénél találkoztam bal oldalt, de... Igen, bal fönt. Ennyit tudok. Nórival voltam valahol navigationben, és utána elfutott, én megcsináltam a questet. Igen, futottam előle, futottam már fél. Igen, azt láttam én is a Bencét meg a Nórit. Várjál, mert a fehérre se találták meg. Nem, nekem... A fehér? Lehet, hogy rosszul engem mondom. Engem talált meg. Akkor bocsi. A várjál, akkor a Katát találtuk meg, és akkor látta valaki a másik két emberkét? Mert akkor így viszont... Én nem. Nem láttam, hogy láttam, akkor riportod volna, nem? Hát ez az. De hogy merre indult? Aj. Nem tudom, a Tomival találkoztam még az elején, az elektrikánál, és utána viszont én balra mentem fölfele, ő pedig jobbra. Jó, hát akkor az... Ezt a Bencét, ezt tudom igazolni, hogy ő balra volt, mert vele én ott találkoztam. Én meg a kis Bencét, meg a Nórit már láttam őket a navigációban. Láttam, hogy futnak egymás elől, és mondom, akkor... Igen. Akkor elindulok én is feléjük, és hát, ha nem halunk meg. Hát végbe csináltam a feladatomat. És pont félbe szkított a csokat. Az jó, akkor most kezdheted előről, az hosszú feladat. Igen. Még kellett riportolni. Ja, én kérek elnézést. Egy perc izé van. Mert akkor, hogyha izé veszekszünk, akkor az egy perces tuszt az lejár. Hát, akkor lejár. Egy kis pöcs.
Krisztán, én veled nem találkoztam, én ezért nyomtam rád. Amúgy fingom nincsen, hogy mit mi van. Nem tudok semmit. Beírni a kódot. 6-szor beírtam, hogy 30766 és egyszer se volt jó. Akkor nem a Krisztián! Opi! Hol találtad, Bence? Az jó, mi a kis Bencével nem voltunk az elektrikába. Én is nem voltam legalul. Hol? Én meg. Én legalul jöttem végig a... Kommunikáció? Mentem balra. Kommunikáció felállt. Yeah. Akkor pedig ő jött arról, abból az irányból, mert én föntről mentem, mert mi találkoztunk az előbb a kertővel, az adminba. De várjál, te hol találtad meg a... A navigációnak a szélébe. Az hol, mert most... Jobb széle, jobb széle. Jobb szélén. De én középen jöttem le, és onnan mentem. Ja, hogy úgy! Tehát a kafetériádból jöttél balra. Igen. Igen. Hát... Mi? De hol? Navigation. Én nem láttalak, Zsolti, mert én is arra jöttem. Hát akkor vagy mögötted, vagy előttem, de én onnan jöttem. De Bence meg... Várj, mert Bence... Várj, mi? Én találkoztam Gerővel az adminba, és az adminból középen a kafetérián keresztül fölmentem, és mentem a navigációba. Akkor találkoztatok volna, nem? Hogy Hát igen. 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 Azt mondtad, hogy fölmögöttél. De miért kellett volna, hogy találkozzunk? Te jobb oldalra találtad meg a hullát. Igen, de középről mentem föl jobb oldalra. De én először középen a kis helységbe beakadtam, baszal, nem tudtam, mit kell csinálni a feladatnál. És én onnan fordultam ellefelé, úgyhogy elmehettünk egymás mellett. De én is középen voltam az adminba, és onnan mentem át. Na mindegy, de én nem az adminba voltam. Ha nem, középen akkor melyik helységben voltál? A lentinél. Ja, azt mondja, hogy csak voltál? Nem tudom a nevüket. Hát ott a map. Hát jó, de így most nem tudom megnyitni a mapot. De nem. Ez ki... Bazd meg. Azt vágom, hogy akkor ott a map. Csak most nem látom a Discordot se, azért nem tudtam nevet mondani. Schnei.
Na mi a tököm van? Na hát én az elektrikában találtam meg a Bencét, a kis Bencét, és... Én megtaláltam még. Igen. Hát igazából nem tudtam, hogy csak ezt kinyírhattad előtte is amúgy, Bence. Igen, és amúgy lehet, hogy ezért nem tudod kinyírni engem. Igen, meg kuldánja volt. Hát akkor toljuk a Bencére. Ne, gyerekek, úristen. Hát akkor nem maradok mellette, Nóri. Hát akkor elfogom már. Mert kuldán ott van? Hát nem pont tudom. Ő az, aki be tudna védeni. Pont, de mondom, hogy igen jó. Ezt most fogom elbújtani. Zsolti! Zsolti! Megcsináltuk! Hát, a katát pattintottuk ki a múltkor 3 másodperccel. Nem, követett a navigációba, mondom, akkor nem tök elfutott. Szerencsétlen Sandra, bazd, elindul a játék, mindenki elfutott szanaszét, ott maradt középen, hát akkor én ezt megölöm. Azonnal mentem, és senki nem mászkált, mondom, ide középre úgy jön vissza, most még itt amit senki sem. Édes Isten, Krisztián, Bence, ti vagytok még. Ja, kitekercöd a nyakamat. Hát gondoltam, hogy a Gergő az egyébként, de... Én nem voltam vele biztos. Jó. Gyanús voltam. Csóri Krisztián. Csóri Bence. Igen. A Medbay-be találtam a Bencét. Hol? Fönt. Medbay. Fönt a laborba. Valfelül a... Hát én a Katával találkoztam lent. De te nekem nagyon gyanús vagy, mert te csak benéztél a illetve elfutottál a kommunikáció előtt, majd benéztél, én gyorsan elfutottam, és te jöttél utána, és akkor hagytál ott engem, amikor én a kis Bencével összefutottam. Amúgy valóban benéztem, hogy mit csinálsz, aztán mentem tovább. Az elektrikába akartam amúgy eljutni, mert ott van feladatom, csak hát így közben miért benéztem. Miért az elektrikába? Ők nyomadtuk a kábelkötözgetést. Szandra, a kafetériában van feladatod? Nem emlékszem. Kötöttél fent kábelt? Csak azért kérdezem, mert... Ja, azt hiszem Na várj, de hogy már nincsen, te miért voltál fent? Én nem voltam fent. Nem, most Sandra. Azért kérdezem, mert én utoljára a Sandrát a Medbay fele láttam futni. A kafetérián keresztül. Hát és ott át lehet menni. Én a weaponsből jöttem lefele az adminba, lehúztam a kártyát, és akkor futott át a kafetérián keresztül a Sandra. Vagy saját magát riportolta, vagy valóban ott volt már a hulla. Jó, de amúgy Gergő, te is izé vagy gyanús vagy, mert igazából elmentél a weaponsbe, és ott álltál a közepén. Hát igen, ott kell az aszteroidát lőni. Annál a nagy széknél. Nem sűrűn adja be azt a izet. Én középre szoktam állni. Hát bocsi, Nóri, de te nem csodál, hogy nem csináltad, te folyamatosan gyilkolászol. Engem meggyőzött. Nem, figyelj, én azokon gyorsan, ahol csak egy van, mert van ott, ami meg kell csinálnom, és ott 3 része van. Tomi? Tomi? Tomi, itt vagy?
De ne! Szerinted? Rest in peace! Megcsőző volt! Igen, miért tudom, hogy nyomadtuk az elektrikába? Jó, csak a véleményedre lett, de most már látom. Noise. Hát én találtam egy hullát, és éppen egy fekete figura szaradt el fölfele az elektrikbe a hulla mellől. Hát én már fönt voltam. Hol találtad a hullát? Ott lenne az elektrik alatti folyosónál. Az eleje? Storage fele? Mert én a másik oldalról jövök most. A storage és az elektrik közötti folyosónál a kanyartól jobbra. És a Tomi éppen futott föl az elektrikbe, úgyhogy akár ő is megölhette. Figyelj, én a Katát fölfele láttam az elektrikből futni, amikor tölteni kell az üzemanyagot. Viszont az előző körben a Tomival ott együtt csináltuk, vagy együtt mozogtunk a feladatoknál, úgyhogy lehet, hogy ő csak bekamuszta volna, hogy ott áll. Nekem a Kata is gyanús amúgy, mert ő onnan, én nem láttam őt. De most én, ha csinál végig egyszer a taszkjaimat élve. Hát miért? Ez nem az a játék. Ez nem az a, igen. Na, itt nem így kell megmenteni magadat. Én most a Tomira szavaztam, mert te azt mondtad. Ha nem ő, akkor téged szavaztam. Én a Katára szavaztam. Viszont a Sandra meglepően csöndben volt. Hát mert én nem arra voltam, én a másik irányba voltam, ott a navigation. A bentben volt éppen lent. Ja. És a Sandra. És a Sandra. A Kata azért gyanús, mert a Kata amikor elkezd támadni, akkor általában ő az imposztor. A Kata is túl jól adik. De hát én láttam, hogy itt elvenni a hullálóban, meg is ketten szavaztunk rá. Azt megjettem, mert ott tényleg láttam. Hát alapból már az marha gyanús volt, hogy megvállalom, és ő meg azt mondja, hogy ő skippeli a szavazást. Már ez alapból árulkodó volt. A ventekbe olyan jól el lehet bújni. Jó. Én meg tényleg csak nézelődtem. Tisztel nagyon viccesen halt, hogy konkrétan kinyírtam és riportoltátok a másik út le. Baszd meg! Senki nem is látta, hogy így meghalt riport a másikra. Geci! Úgy megvártam a Bencével, hogy hát ha valaki arra jön, és akkor gyors kiugrottam a Bentbe, szóval riportoltam. De nem kell gyorsan riportolni, hát az a te időd megy vele legalább. Hát neked cooldownod van. Na jó. Nem baj, hát azért... Na, mehet. Minimó! Mehetünk? Nem lettünk.
az meg. Hát szegény Bence le akarta húzni a szemet, hogy nem sikerült, mert félbeszakadt. Egy félbeszakadt meg. Ezt a szöveget, Genci! Bence az a nagy kérdőben volt velem együtt. Úgyhogy őt láttam összvisz. A Sandrát láttam a kafetériába, ő kifele futott a medvéből a kafetéria fele, én meg befele. De viszont a kafetériából futottál ki. Igen. Az adminból jöttem felfele. Na várja, hol találtatok meg a... kit? Ja, a szemét ledobónál. Szemét ledobónál. Fönt vagy a lent? Fönti a kafetéria. Fönt. Fönti? Először lent itt mondott, nem? Fönt nem az U2-be van. Nem, az a... A kafetériában is van. A szemét, amire te gond... Ja? A szemét lett dobó van kettő, egy fönn a kafetériában, vagy meg lenne azt... Az U2-be is van. U2-be? Aha. Ott nem az a leveles van. Meg szemét ledobó is van. Akkor ott még sose csináltam szemét ledobást. Hát... Ott meg én sem. Jó, hát ezt leszkipelem, most erre nem tudok mondani. Most meg én is. Senkinek semmi vagy jézre írva. De a kis Bence most nem gyanús. Nem. Köszönöm szépen, hogy végre nem vagyok gyanú. Na, Zsolti, mi van? Na. Hát az a helyzet, hogy én a katát azt láttam kijönni a... Mi a nevéből? Ebből a rácsból ott fönn a weaponsnél. A katát? Hajtám. A kata meghalt. Mi? Ágyúti, ez beszokta. Na. De fehér alak jött, fehér figura jött ott ki. Én olyan hulla vagyok, hogy most nem beszélek. Hát akkor, nem akkor esetleg utána ölték meg, vagy a fasz tudja. De akkor még nem jöttet ki a weapon, vagy a izéből. A Vance-ből. Eskü egy fehér figurát láttam onnan kimászni. Jó, egy szemüvegcsere az érik.
Geci! Ez jó, hogy bazd meg, ott volt mellettem a hulla, geci. Igen. Ki volt az? A Tomi, nem? Vagy a Krisztián? Te volt a storage-be, Krisztián? Krisztián volt. Bazd meg! Majdnem lebuktam, mert te jöttél föntről lefelé, mondom, megöllek. Megjelent fönn a Krisztián, mondom, nem öllek meg. Megyek fel a Krisztián, kergőjel. Lőtt magának. Megöltem. De most komolyan nem volt gyanús, hogy a Kata ugrott ki a vendből. Jaj, meghalt! Jó, te tudtél, hogy fehér volt! De amúgy Kata, de te tényleg ott rohangáltál a navigátornál, nem? Nem voltam a kommunikációnál, és ott tört meg a Sandra a szajtó. Ja. De akkor ki rohangált velem ott jobb oldal? Hát nem én. Valaki nem ott rohangált velem. Nem tudom. És mondom, ó, hát visszamegyek, azt nyomok egy vészgombot, aztán rákenem. Látom, én üldöztem itt a végén a Tomit, és akkor megjelent a Gergő, és akkor mind a ketten bementetek a kommunikációba. Fú, bazen mondom, ezt nem kéne. Akkor gyorsan föl, bent, akkor abból a navigációba, és akkor ott vártam egy picit. Ki hiányzik? Valamelyik oh. Ki hiányzik? Ami most az előző körben, akkor Sandra mindenkit megölt, kivétel a Krisztiánt, mert őt én öltem meg. Igen. Nem, engem nem ölt meg. Engem sem. Ketten maradtunk a végén, mert ha két ugyanannyi imposztor van, mint amennyi játékos, akkor nyertetek. Ugye nem tudja kiszavazni az imposztort a játékos állomány. Én nem tudom, kitöltem meg. Engem tudik. Engem. Téged is, Nóri? Engem. Aha. Na meg a... Én csak a Krisztián töltem meg. Fasza. Jó. Ki volt az, akit túl láthatóan öltek meg? A Gergő volt a... Ahogy mentem volna az elektrikából föl a reaktorhoz, ott volt a reaktor előtt a folyosón. Volt egy... A kicsi hullája. Nulla volt a szám, aztán egy lett, aztán hirtelen nulla lett, azt megint egy lett. Nem tudom, hogy ki volt benne a reaktor, mert nem mentem be. Én se értem be. Én sem mentem, mert a másik oldalon én voltam. Én voltam reaktor. Én még át se értem. Kisben a sírnál voltam. Mi? Ezért most gyanús lettél. Mert én voltam reaktornál? Igen.
De hát ott kellett. De csak te voltál ott. Igen. Hát de ott volt a feladat, hogy... De a Tomi is nagyon hard. Én mentem le jobbra a weapons navigáció, aztán a storage-ba éppen gyűjtöttem a szemetet. Nórival találkoztam. Kedves Zsolt. Én jöttem föntről a weapons kafetéria, és ott a izénál mi az az upper engine. És a kafetéria közötti folyosón tartottam éppen. Hát az kizárt dolog, mert ott én vagyok. Hát ott jöttem, igen, baszki. Amúgy... Amikor benyomtátok a riportot, akkor értem ki a kafetériából a folyosó. Csak random szavaztam valakire. De miért nem? Nem tudom, hát mert nem tudom. Miért ne? Jó voltam legközelebb a egerhez. Szandra ott nagyon durván megölte. Akkor ugrott ki, amikor hárman is ott voltunk. Én is ugrottam. Szerintem egy ilyetem. Ez jó, amikor mutkó három ember előtt töltöm meg egy egyediket. Tudott most tisztelni utána, és már hárman ott állt, hogy csak pont nem láttam még őket, és amikor pont odért megöltem, és így hárman így elő. Hát figyelj, most amikor már tisztelni, akkor már nem mindegy, akkor meg már megölöm. Hát Zsoltikám, ez túl jó volt. Tomi megölte, bazd meg, nem tudtam riportolni, mellé kattintottam. Persze, én is azt mondom. Nem mártad be, Tomi. Ezzel egyet cseszélem, hogy én találkoztam veled ugyan, de te a map másik oldalán vagy, és két ember meg megoldotta a reaktoros feladatot. A Kata meg én megcsináltuk, és utána így vegyek a fele. Azért, mert nekem még küldetésem volt, és utána lett. Akkor Nóri meg én megcsináltuk, a Nóri futott lefele a elektrikkel felé, én mentem utána, és volt írteni. De emberek, nekem még jobb oldalt volt feladatom, elkezdett villogni minden, utána indultam át balra. Aztán Tomi meg előttem legyilkolt mindenkit. Persze. De most miért dobtok ki? Szanya, de most miért dobtok ki? Édes Istenem! Megölöm erre, ott van a kurva élet. Ezt olyan basztod el, hogy igen, igen, öcsém túl gyorsan jött utánam. Meg
azt mondom, hogy nem tudtam megölni jobb oldalt, mert még kúdámban voltam. Igen, azért mondom, ott azt cseszted el, hogy a reaktorban jutottad, és én futottam át a kafetérián, és egyszer csak vége lett. Mondom, ennyi idő alatt kizárkodott, hogy kármilyen. Nem, amúgy én nem indítottam szabotást. Én voltam. A Szandra indított egy szabotást, mondom, de nem áll, az meg, hát itt vagyunk. Micsoda? Ez nem jó. Én nem indítottam direkt. Azért, mert nem vagyunk imposztorok. Hát, én soha meg imposztor. Jó voltam. Egyszer voltál. Hogy megint én meg a Zsolti voltunk amúgy. Megyek a Bencével, mondom, jó, csinálom a küldéket, aztán, hogy leteljék a kutatot, megölöm. Mindenki elment a másik irányba. Erre benyomja a szabotást. Nóri, mehet? Bocs, igen. Hát, ahol tűnt a WC-ben? Angyalka lettem. Ne hazudjál, ba. Két véglet. Krisztián, én féltem tőled. Én meg tőled? Admin van. Mi a fasz, 3 kill? Fasz kemény. Krisztián, Tomi és Bence a lehetséges, mert a Szandra ott futott mögöttem a lower engine-nél. Én a Zsoltival találkoztam az énel. Mi a Krisztiánnal megálltunk egy helységben. Igen. Shields-nél, ő megállt a Shields tetején, a Shields baloldal, és nem mertünk oda menni. Úgyhogy ő biztos, hogy nem gyilkos. Jó, oké. Mi ott szemeztünk egyet. A Zsolti most kizárt. Részemről kizárt. Storage-be voltam. Hát én Storage-be voltam, de téged nem láttam ott a Bence. Hol? Storage melyik részén? Hát ott fönt. Konkrétan a kafetérje felé, ahogy mész ott. Hát én meg töltöttem a benzint. Így, tudom, most a lenti részén töltöttem a benzint. Amúgy Bence, te még mondtál, kik lehetnek gyanúsítani? Vagy a Tomi, vagy a kis Bence, mert mondom, a Szandra jött utána, a lower engineer visszafordult, és ez körülbelül 10 másodperc azelőtt volt, mielőtt a Kata megtalálta a részét. Nóri. És én már pont a reaktor bejáratánál. És a Nóri hol lett megtalálva? A Nóri az adminban, ahol lehúzod a kártyát. Hát ott sokan megfordultunk. Te, Zsolti, honnan jöttél? Én az elektrikába jöttem, a Storage-onát. Én az adminba nem is hiszem, hogy most voltam. Talán a legelején. Én a legelején voltam, aztán annyi. Én nem voltam. Lehet, hogy a legelején halt meg, passz. De én amúgy most még abban sem vagyok biztos, hogy én voltam egyáltalán az admin. Ha a legelején ott voltunk, vagy négyen. Akkor lehet, hogy akkor voltam, de erre most tényleg nem emlékszek. De ami az elektrikából jöttem, én alul végig a folyosókon. Jó, ha senki nem semmi nézi, én is. Nem tudom.
bent a szóri. Hogy még neked adja be, adjuk már, még neked adja be a riportot. Adjuk már. Mi hát megölöd és akkor... Előttem kaszabolta le a Tomit. Kettő gombra nyomni, hogyha megölöd, akkor nem tudsz egyből riportolni. Aha. Nem, hogy tudsz. Ilyen gyorsan? Igen. Várjál. Az egész meccs alatt én most is jó Krisztiánnal találkoztam. Igen. Adjuk már. Ez most van. Az első megérzésem is jó volt, hogy a Bence-el csak is Bence-el szólt. Egész régen úgy izélsz valakit. Így hibáztatsz valakit. Mármint, hogy úgy értem, hogy nem tudok magyarul. Igen, amúgy az a feltűnő, hogy nagyon durván gyanúsított most a Bence. Egész így gyanúsítgatsz valakit. Jó, most megértem. Mert de... most láttam. Hát de... Én is láttam. Én is láttam, hogy megölted. Szavazatok ki, aztán meg... Hányszor riportoltam szegény Nórit, és nem hittétek el. Még az elején. Hogy egy hányszor riportoltad? Hát, hogy láttam, hogy a Nóri öli meg, őn ucsa voltam. Biztos a kata volt, és kidobtatok. És a legtöbbször te voltál. Az elején a Nóri volt. Az már kis úgy. De én kétszer is a Nóri volt. Hát jó van, srácok. Uiiii, ott repülve. Mi? Krisztián? Mi a fúr? Bazz meg! Én a Krisztián annyit szóval láttam elbújni, meg kiugrani, azok után, hogy ki is nyírt. Végig egymás mellett mentünk. Hát szándékosan egy... Figyelj Zsolti, ha egy embert bevéd az egyik imposztor, aki folyamatosan fedezi, akkor nyernek. Ú, ezt nagyon jól kitalálta, hogy nem bírsz olyan gyorsan rányomni meg. Nehogy is nem. Persze, hogy lehet, de... Hát most nem. Bazd meg, Krisztián. Zsolt, nem akartam megölni, mert gyanús leszek, mondom, kell itt tanul arra, hogy én nem vagyok. De, olyan reflexzerűen megálltál ott a Shields tetején, amikor összeszaladtunk, hát mondom, nem lehetsz te gyilkos. Azt látom, hogy itt reagálsz. Megállunk egymásra szembe, ott kis szemben, Bence? Semmit, ja, neki várja a másikat, nem lehetsz te gyilkos. Ez jó volt. Jó. Fú, de imádok imposztor lenni. Szerintem mindenkinek ez az utcsokör most. Még ráérek. Négy kokáltam, én már nem. Előre szólok. Ki riportolta? Én, Bence, elektrikál volt. Kata. Én navigációnál voltam, és a Gergővel futottam össze, aki ment oxigénbe. Hol találtad a kettőt? Én meg benn voltam a navigációba, és láttam a Nórit, hogy ott megáll az ajtóba. Az elektrikálba találtak Katát, Christmas. Pont izé, riportolták. A kis Bencét láttam, a storage-ba töltötte a kannát. És utána jött a riport, úgyhogy ez előfordulhat, hogy... Nem töltötte a kannát.
Hol voltam? Hol találtam a katát? Hát elektrikában, pont ahol a mapon van a pipa, a izén. Na hát akkor a kanna után ő mehetett oda. Úgyhogy akkor ez így előfordulhat, hogy ő tényleg nem öltem. Upper engine-be szól ő. A Zsolti mikor védett utoljára így embert? Nem tudom. Hát például az előbb a Krisztiánt. Amúgy hát jó, de az... Ah nem, azt még durvábban védted. Ja. Bence, te merre voltál? Én reaktorban voltam, mert én oldottam meg azt a reaktoros. Kivel? Aztán a katával meg a Bencével voltam. Na Tomit láttam azzal. Állj, a katával meg a Bencével voltál, és most a kata halott. Ők elindultak kettel lefele, mert én utána csináltam meg, amikor megcsináltuk a katával, azt hiszem a katával csináltam meg, vagy a Bencével, most azt nem tudom, hogy fölfele. Nem szólalsz meg! Megcsináltam, és akkor utána én megcsináltam ezt a start reaktort. Ők ketten ugye visz kifutottak. Jó. Az derék. Kidobtátok, mint a szart. Én meghaltam, ezt is övett. Hol találtad? Megtaláltam a Nórit a medbay-nek a bejáratánál. Medbay? Hossz. A Zsoltik láttam onnan fentről jönni. Én a izébe voltam, a security-be is onnan mentem át a reaktorba, nem is voltam arra fel. Hol voltál, Krisztián? Annyit láttam, hogy bejöttél. Én a reaktorba voltam és... Akkor te voltál fölül a reaktorba, én mentem alul. Hogy csináljam. Hát igen, de téged láttalak utána bejönni. Azt nem tudom, hogy most a security-ből Én a szekuból jöttem. A security-ben néztem a kamerák, csak elkezdett villogni pirosan, és jöttem át a reaktorba. Valaki elszaladt fölfelé, és akkor ennyi voltam. Jó. Akkor mi ketten ott voltunk. Én alul voltam, az üzemanyagot próbáltam tölteni, de megszólalt a reaktor. És akkor a Tomi? Én a izében voltam, electricity-ben. Vagy miért? Az adminból mentem ki, tehát. Az elektrikában voltál, Tomi? Igen. Érdekes. Hát ugye a Krisztiánnal elmentünk a... Ő azt hiszem a lower engine-be ment, én meg visszamentem még utána az elektrikába. Az csak azért furcsa, mert Krisztiánt láttam felfele menni a lower engine után, de téged nem. És én is az elektrikába voltál. Mikor jötték ki az admin volt? Amikor jött a report. Micsoda? Amikor vagy mielőtt jött a report az őt, én a kafetériában lépben be körülbelül, tehát ott a folyosón volt. Aha. Oké, na most ez az a helyzet, hogy én néztem a Sekuba a kamerákat. És most nézem a kamerákat, hogy hogyan lehetett látni, és én egy helységnek a felső részén láttam a Bencét.
ami egyedül a midbérelt, és ott találtak hullát. A medvének is kamera. Tehát, amúgy szerintem akkor a Bence ölte meg itt. A medvénél amúgy tényleg nincs kamera. Nem. Nincs kamera, tehát nem láthattál, én mondom, hogy az admin... A medb felső része ott az kamerázott. A medb felső része az kamerázott. Az kamerázott? Igen. Igen, az kamerázott. Igen, most nézem a térképet, és én a Bencét a egy helység tetején láttam. Az meg, Tomi. Jó! Beszaladtam hozzá, hogy megnézem, hogy átszalad-e a izé cuccoson, erre visszajön rám mind a kettő impostor. Nem volt legnézve, fiam. Ott körbe vettünk. Azt a kurva. Ez jó. Na. Akkor... De amúgy, de téged tényleg láttalak egy helyiség tetején, és most néztem itt a Discordon. Elég volt már csak a Zsoltil a kamera helységet, és az csak a mid-B lehetett, ahol én kamerának a helység tetején látott. De azt nem látod, Zsolti. A storage tetejét láthattad esetleg. Azt láthattad, az admint meg a storage tetejét, azt láthattad, Zsolti. De hát a storage-ra ugyanannyira lóg bele a sárga négyzet, mint a midbay, tehát hogy így... Persze, én ezt értem. Igen. Igen. Tehát összekeverhetette mind a két helység, tehát igazából effektív, ez mindegy. Azok a Gergőt nem tudtam megölni, mert bementem a medbe és nem ment le a cooldown. Ezért kiugrottam a medbébe, hogy menjen le a cooldown, látom, jön be a Tomi, jön be a Zsoltit, Tomi kinyírja a Zsoltit. Zsolt, én már gondolkoztam kétszer, hogy levágom, csak mondom, inkább jó felveszek ezt emberek vele. Ja. Na jó van. Ha gondoljátok, ezt berakhatjuk ilyen szombatesti, vasárnapesti játéknak, mert úgy látom, mindenki élvezte. Ja. Jó van. Oké. Legyetek jók, szép hétvégét, sziasztok! Sziasztok!